Jó reggelt kívánok 2022. június 3-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan jó tudni, hogy a te kezedben van az életünk, és te jól tudod, mit miért teszel velünk. Mikor engedsz meg dolgokat, mikor lépsz közbe, hol keményebben, hol finomabban, de Urunk, te mindig bölcsen és igazságosan cselekszel, még ha azt mi nem is értjük sokszor. Köszönjük azt, hogy nem kell mindent értenünk. Szabad az életünket a kezedbe tenni, szabad a családunkat, a szeretteinket a kezedbe tenni, szabad a nemzetünket a kezedbe tenni. Kérünk, hogy ezen a mai alkalmon is te szólíts meg bennünket szent lelked által, és add, hogy meg is cselekedjük azt, amit megértettünk a te ígédből. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, Józsué könyvének a 7. részét. De Izrael fiai hűtlenül bántak a kiirtásra rendelt dolgokkal, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerah déd unokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak elmentek és kikémlelték Ajt. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint 3 ezren, de megfutamodtak az ajbeliek elől, megöltek közülük az ajbeliek, mint 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megdermett a nép szíve, és elvesztette minden bátorságát. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig, Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Akkor azt mondta Józsué, jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak úgy határoztunk volna, hogy a Jordánon túlmaradunk. Ó, uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is megfutamodott ellenségei elől? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak. Kelj föl! Miért fekszel ott arccal a földre borulva? Vétkezett Izrael, megszegték szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtásra szánt dolgokból, ellopták és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért futamodtak meg ellenségeik elől, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert így szól az Úr, Izrael istene. Kiirtani valóban közötted Izrael? Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsvetés útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a családok, abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert megszegte az Úr szövetségét és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerah nemzetségét jelölte meg. Felsorakoztatta Zerah nemzetségéből a családfőket, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerah déd unokáját jelölte meg. Akkor azt mondta Ákánnak Józsué, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előlem. Ákán így válaszolt Józsuénak.
Valóban én voltam az, aki vétkezett az Úr Izrael istene ellen, mert a következőt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, akik elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindaz a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Előhozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, Marháit, Szamarait és Juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgybe. Ott ezt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgynek, mind a mai napig. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérem, a mai napon az iskolánkban a trianoni megemlékezést tartjuk, amely ugyan holnap lenne esedékes június 4-én, mivel az nem tanítási nap, ezért ma van a megemlékezés. Egy olyan dátum, amely minden magyar embernek fáj, mert aki magyar, annak fáj Trianon, hogy az ország két harmadát elszakították, és tudjuk, hogy Isten nem téved, oka van, hogy ezt megengedte, de oka van annak is, hogy még mindig élünk, pedig az volt a cél, hogy ez a nemzet elpusztuljon a föld színéről. Itt is érvényes, hogy ha nem hisztek, meg nem maradtok. Aki viszont hisz, azt nemzetként is képes Isten megtartani. Isten népének az életében látjuk a jerikói csodálatos győzelmet, és utána egy gyalázatos vereséget. Mi az oka? Józsué arccal a földre borulva fekszik hosszú ideig az úrládája mellett, a vénekkel együtt, és elmondja őszintén Istennek, hogy nem érti, hogy mi történik, nem tudja, hogy miért történt mindez. Választ vár, és választ kap. Tulajdonképpen Józsué próbája is ez, hogy miután megvolt az első nagy, csodálatos győzelem, és bekövetkezik az első gyalázatos vereség, akkor ő mit tesz, hogyan viseli mindezt? Józsué nem egy feladós típus. Valószínű, mégis feladta volna, ha Isten meg nem mondja, hogy mi az oka, de Isten beszél. Van egy mondás, egy mindenkiért, mindenki egyért. Hogy is van ez? Amikor azt látjuk, hogy egy mindenkiért, akkor Jézus Krisztus jut eszünkbe, aki mindannyiunkért felvette a bűnt. Amikor azt látjuk, hogy mindenki egyért bűnhődik, akkor Ákán jut eszünkbe, akinek a bűne miatt az egész népet bünteti Isten. Miért? Mert elvett abból, amiből nem lett volna szabad. Jerikót teljes egészében ki kellett írtani, Ráhábék kivételével. Mindent el kellett volna pusztítani, és a fémeket, aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, az pedig Istennek szentelni. Ákán azonban elvesz ebből. Ezt mondja, megkívántam és elvettem. Nem az a bűn, amikor megkíván valamit az ember. De az már a gyújtózsinóra bomba végén. Az előszobája a bűnnek. Akkor kell tudni nemet mondani, akkor kell tudni megállt parancsolni. Mert ez nem csak az ember, az egyes ember életében, de egy család, egy nemzet életében is olyan károkat okozhat, amelyet sokkal nehezebb jóvá tenni. A teljes engedelmességet várja el Isten a nép és az egyén életében is. A teljes önátadást, a teljes bűnvallást. Ha csapás ért, akkor kérdezd meg Istent, hogy miért. A sorsvetésről nemrég volt szó, és felmerült a kérdés, hogy lehet-e, szabad-e.
Van egyrészt egyéni felelősség, másrészt Isten hajlandó kijelenteni magát elsősorban az ő igéje által. És olykor szükségessé válik, ha valamit nem tudunk eldönteni, de nagyon ritka, inkább az egyéni felelősséget hangsúlyozza az Isten igéje. A mai ige című kiadványban szó van arról, amikor Eisenhowernek kellett meghozni a történelem egyik legnehezebb döntését a partra szállás kapcsán, hogy annak az időpontját hogyan módosítsák. És leírja, hogy imádkozott, mert egyedül nem tudta ezt a döntést meghozni. Bölcsességet és tisztánlátást kért Istentől, és ezután tudott dönteni méghozzá, jól dönteni. Nekünk is ezt kell tenni. Imádkozni, és bölcsességet kérni Istentől. Persze így sem biztos, hogy mindent érteni fogunk. Miért engedte meg Isten Trianont? Miért vagyunk még mindig szétszakítva? Azért, mert Isten más határokat húz meg. Tulajdonképpen a lelki egység az fontosabbá válhat, mint a testi, határokkal jelezhető egység. A napokban olvastam a következő kis írást. Vannak szálak, amelyek összekötnek valakivel. Sokféle szál lehet. Hihetnénk, hogy minél több a szál, annál erősebb a kötelék. De nem. Nem a szálak száma számít. Nem az, hogy hány szál fűz a másikhoz. A szálak erőssége a döntő. Lehet az egyetlen szál is, mégis erősebb száz másiknál. Sőt, az is lehet, hogy senki nem látja. Mégis mindennél erősebb. Lehet, hogy csak ez az egy szál fűz valakihez, de az erősebb minden más szálnál együtt véve. Csak ez számít. A szál erőssége. Azt gondolom, ilyen szállal, szálakkal kapcsolódunk azokhoz, akik a határokon kívül rekedtek, mégis össze vagyunk kötve velük. Mennyivel inkább azokkal, akik testvéreink a hitben. A mai napon adj át mindent Istennek, és keresd azt a szálat, amely ő vele igazán összeköt. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy nem vagyunk egyedül ezen a földön, és kötődhetünk. Megköszönjük neked azt, hogy te képes vagy megtisztítani bennünket, mint népet is, hogyha bűnbánattal, teljes bűnvallással járulunk eléd. Így köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus volt az az egy, aki mindenkiért önmagát adta. Köszönjük, hogy általa van örök életünk és bűnbocsánatunk. Imádkozunk, Urunk, magyar nemzetünkért. Ennek az egysége csak Jézus Krisztusban lehetséges. Csak te vagy, Urunk, aki képes vagy úgy megtartani bennünket, hogy ne a határok legyenek a legfontosabbak, ne a terület legyen a fontos, hanem a benned való hit. Kérünk, ezt munkáld ki mindannyiunkban. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, ő meg is cselekszi ezt. Amen. Áldott napot, áldott hétvégét mindenkinek.